arra adnánk a fejünket, hogy megbeszéljünk néhány témát a férfi-nő relációban, a feminizmus, meg a családon belüli erőszak kapcsán. Jó, ki tudja, mi az a gender studies? Emelje föl a kezét. Na, így van, a nemi szerepek kutatása. A gender studies egyébként nem áll meg annál, hogy férfinő viszonylatba szemléli a történelmet és a kultúrát, hanem mint jellegzetesen újbalos irányzat, általában a mindenkori kisebbségek szempontjából próbálja a történelmet átértelmezni, illetve olyan új érdekes szempontokat hoz be, amire eddig nem is gondoltunk volna, hiszen úgy gondoltuk volna eddig, amit a történelemben megtanultunk, hogy a írástudók és az értelmiségiek írják a történelmet. Ám de a történelmet nem csak ők élték át, hanem olyanok is, akiknek nem volt írásbeliségük. Így például a gender szempontból a Balkán történelmét szemlélhetjük mondjuk a román anyanyelvű szerbiai cigánynők szempontjából is, és akkor egy egészen másfajta alternatív történelmet kapunk, és tulajdonképpen alternatív történelmeknek az egymás mellettisége az igazi történelem, és nem csak az, amit mi a hímsoviniszta nagy narratívák után a történelemkönyvekből megtanulunk. Igen, nem csak a történelem. Hát a történelemtudományra azért szűkítettem a gender studies, mert azt ismerem legjobban, de természetesen a biológiának és a természettudományoknak is van egy feminista kritikája, hogy a gender studiesról tudni kell, hogy ez a feministáknak a társadalomtudománya, tudományai, ugye, mert több eszámba mondják, és hát ők magát, a természettudományokat is egy ilyen macsó, hímsoviniszta, szexista felfogáson alapuló, elnyomó tudománynak tartják, mint hogy maga a megismerő tudat az, ami mint egy falloszként behatol a természetanya ölébe. Á, ez akkora fasság! Ezt hallottátok? Ez annyira, ez elbaszott durva. Azt mondja, hogy a tudomány az férfias nekik, mert a természet az a nő, a természet anya, és a tudomány, mint egy fasz, megbassza. Mert belehatol, érted? Ezt kitalálta egy nő. Bocsánat, de Francis Bacon, ugye elmondta, aki a királynak volt, a boszorkányokat kínoszta meg, és csigára vonta, és a modern tudománynak a filozófiája tőle ered, és elmondta, hogy úgy kell a tudományból kiszedni a titkait, ahogyan a csigára vont nőkből. Tehát ennek azért van valami alapja véletlenül. Na jó, de azért ne hagyjuk már, hogy Francis Bacon, aki egy szadista állat volt, definiálja számukra. Francis Bacon egy kiváló gondolkodó volt. Ja jó, lehetséges, de van a... Lehetséges. Sőt, egyesek szerint Shakespeare ő maga volt. Lehetséges, hogy de az is igaz, hogy az is tudomány, amikor úgy figyeled meg a virágot, hogy nem szétfeszítette a szirmait, hanem hagyod, hogy kinyíljon, és akkor úgy vizsgálod, tudod, azért ez sem lebecsülendő. Tehát ott van például az etológia tudománya, amelyik nem úgy vizsgálja az élőt, mondjuk, mondjuk antropológia. Hogy szétboncolja, hanem hogy megfigyeli, hogy hogyan él, hogyan működik. Azt gondolom, hogy attól még mit tudom én, számtalan olyan természettudós létezik, aki nem erőszakolta meg a természetet ahhoz, hogy megfigyelje azt. Itt van például Konrád Lorenz is. Konrád Lorenz, bocsánat, politikailag nem korrekt, Amerikában nem adják ki a műveit, és tilos ráhivatkozni Konrád Lorenzre. Azért, mert a harmadik birodalom alatt dolgozott. Ő írta a modern ember 7 halálos bűnét. 10 halálos bűnét. És Konrád Lorenzet náciként tartják számon. Az egyik művét ugyanis azt hiszem, hogy a Führernek ajánlotta, vagy valami ilyesmi. Heideggert, az más. Ott volt egy Hannah Arendt, Heidegger tanítvány, aki valamennyire tisztára mosta a mesterét. De minden esetre Konrád Lorenz, hát az meg tényleg náci volt, Konrád Lorenz nem volt náci. Ennek ellenére Konrád Lorenzet egy valamire való politikailag korrekt gondolkodó az Egyesült Államokban nem is szabad, hogy ismerje. Visszatérve a problematikára, Erik Fromm a Zen buddhizmus és pszichoanalízis című könyvébe idéz egy Tennyson verset, ahol Tennyson azt írja, hogy letépett egy virágot, és ezzel szembeállítja a keleti
szellemet, főleg a zent, a zen haikuknak a költészetének a világát, így aztán kurva jó beszélni, amikor egyfolytában mondja a fülembe, hogy mi a faszomat mondja. Tehát, hogy a zen haikuknak a világát, ahol a virágot, azt megszemlélik. Tehát erről volt szemlélik. Ugye a zenben megszemlélik a virágot, a nyugati ember leszakítja. Na de visszatérve a feminista tudományosságra, én jártam annak idején fél évet az egyetemen kíváncsiságból ilyen gender akármire, és konkrétan az volt, elvittem egy biológus barátomat, és azt mondja, hogy ezt a sok fasságot, amit itt összehordanak, tehát mit tudom én, hivatkoznak a különböző majom csoportoknak a viselkedésére, de kiderül, hogy nem ismerik a biológiát, és nem ismerik az etológiát, hanem mint minden áltudománynál úgy van, hogy hát honnan tudja ezt az előadó? Feminista irodalomból. Tehát nem néz utána az eredetinek, feminista irodalomban néz utána, és abból idézi. Egyébként olyan nagyon érdekes gondolatkísérleteket vetett föl a Gender Studies, például, amikor a nyelvet vizsgálták, ez kicsit összefüggésben van a politikai korrektségnek ezekkel a nyelvi tabuival, mert írtak olyan tudománykritikai műveket, hogy már maga az a leírás, ahogy a nyugati természetesen férfi, vagy ha véletlenül nő, akkor szellemét tekintve az is férfi, mert a himsoviziszta macsó kultúrának a termékéről van szó, még hogyha a szex az nő, a gender akkor is férfi, értitek? Tehát megkülönböztetendő a társadalmi, kulturális nemet a tényleges biológiai nemtől. Tehát amikor a természettudós leír ilyeneket, hogy mondjuk mit tudom, az oroszlán megtámadja és széttépi meg minden, ebben is tulajdonképpen egy macsó világkép tükröződik, ahogy az ember az állatokat leírja. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a feminizmus önmagában szerintem nem is nagyon taglalható, ez része a kulturális baloldaliságnak. A kulturális baloldaliság az nagyon sok mindent jelent. De csak a baloldaliságot nem. Hát baloldaliságon kívül kurva sok mindent jelent egyébként. Annyiban, hát tulajdonképpen a kapitalizmust nem kérdőjelezi meg, helyette ilyen különböző inkriminált társadalmi csoportoknak a egyenjogúsítására helyezi ki a hangsúlyt, tehát mit tudom én, a cég az oké, ahogy működik, de a cégben legyen kvóta, tehát mit tudom én, a kapitalista cég élén a 10 geci férfi helyett álljon 5 geci férfi és 5 geci nő. Tehát az, igen, tehát egy ilyen ortodox balos szempontból végül is ez egy ilyen preventív ellenforradalmi irányzatként is fölfogható, mert hogy végül is eltereli a tőke-munka antagonisztikus ellentétéről a súlypontot, vagy a figyelmet egy ilyen mellékes szál irányába, hogy mit tudom én, az igazgató tanácsban hányan ülnek, és akkor legyen kvóta. Egyébként most ez az egész kvótázás, ez a magyar politikai életnek is az egyik témája, és én mondjuk nagy szívfájdalommal vettem tudomásul, hogy kedves pártunk, az LMP is fölkarolta ezt a témát, vagy legalábbis az LMP-n belül vannak ilyen feminista csoportosulások, amelyek a nőknek a számát, tehát így preferálják azt, hogy x számú nő üljön a parlamentbe, x számú nő legyen a politikába, és ugye közben meg nyugatról, vagy Európából kapjuk ezeket a híradásokat, hogy ha jól tudom, már el is fogadtak egy olyan törvényjavaslatot, hogy bizonyos cégeknél is lesz női kvóta, tehát egy gazdasági döntő testületbe is x számú nőnek kell helyet foglalnia. Folytasd kérlek. Folytasd kérlek, gyalázd még a nőket. Nem gyaláztam a nőket, én csak egy ilyen helyzet. De mentegetőzök, igen, mert nem szeretném, ha följelentenének, mit tudom, ilyen politikailag nem korrekt beszédmódért. Lényeg az, hogy most már az Európai Parlamentben is elfogadtak állítólag egy ilyen indítványt, vagy törvényjavaslatot, miszerint a gazdasági döntéshozó testületekben is női kvóta. Tulajdonképpen a két probléma merül föl ezzel az egész kvóta kérdéssel. Erről egyébként érdemes lenne beszélni. Hogyha van nemi alapú kvóta, akkor tulajdonképpen miért nincs korosztály szerinti kvóta, miért nincs felekezeti alapú kvóta, miért nincs
mit tudom, nagyon sokféle kvóta lehet, tehát miért pont a nő-férfi az a töréspont, miért nem az öreg fiatal, vagy miért nem a, mit tudom én, ilyen vallású, vagy olyan vallású, vagy szociális alapú kvóta, tehát ez is lehetne, az még egyébként inkább baloldali gondolat lehetne. A másik probléma az pedig az, amit az előbb elmondtam, miszerint tulajdonképpen a kvóta az a lényegi problémákról és az ellentétekről elterelő a figyelmet egy más irányba. Szerintem borzalmas dolog ez a kvóta. Szerintem a kvóta, mint fogalom, alapvetően megalázó. Szerintem ez én nem értem, hogy nők hogyan küzdhetnek a kvótáért. Hogyan küzdhetnek nők azért, hogy őnekik kevesebbet kelljen teljesíteni. Tehát mondjuk egy munkahelyre, vagy a parlamentbe, vagy egy felsőoktatási intézménybe úgy juthassanak be, hogy az ő ponthatáruk hadd legyen csak 108, a férfiaknak meg kelljen teljesíteni 113-at. Ha én, mint nő, azért küzdenék, és hogy belemernék állni ebbe a véleménybe, hogy én nem akarok 113 pontot teljesíteni, annyit teljesítsenek a férfiak, mert nekik nem mókus méretű az agyuk, nekem a pofámról leszakadna a bőr. És nők küzdenek ezért. Nők, valamint Parakovács Imre. Csomó férfi feminista van. Jó, van még három, na. De most... Nem, az egész SZDSZ. Jó, de szégyen, most ilyenkor az ember az ezt letagadja, érted? Próbálja szebbíteni, na. Érted? Tehát, hogy én egyébként vitatkoztam a női kvótáról Parakovács Imrével. Parakovács Imre lenácizott. Lenácizott. Nácizott. Tehát nem az volt, hogy fasisztoid. Érted? Tehát így nincsenek fokozatok, érted? Tehát ez olyan, hogy van a náci, meg a feminista. És a nem feminista, aki még vitatkozik is a feminista, tehát nem szégyelli, hogy nem feminista, de egy ahelyett, hogy magába szállna, és vitatkozik a feministákkal mondjuk a női kvótáról, az náci. És úgy tisztelt meg, azzal a jelzővel tisztelt meg engem, hogy a Puzsér az egy nagyon különleges náci, olyan náci, aki nem antiszemita. Na, szóval arról van szó, hogy én soha nem kérnék magamra kvótát. Teljesen mindegy, hogy milyen kvótát. Én nem kérnék. Tehát így leszakadna a pofám, hogyha így bárhol így bejelentkezném, és azt mondanám, hogy én hátrányos helyzetű vagyok a nemem, a nem tudom én, az Isten tudja, a testmagasságom, a szemem színe miatt. Szerintem szörnyű. És egyébként nem létezik olyan. Lehet, hogy azt mondták nektek, hogy létezik. Nem létezik olyan, hogy pozitív diszkrimináció. A pozitív diszkrimináció az egy hazugság. Minden diszkrimináció negatív diszkrimináció, és egyben pozitív diszkrimináció. Például a numerus clausus, arról úgy tudjuk, hogy az egy negatív diszkrimináció. De ha ma a cigányokat mondjuk könnyebben veszik fel egy felsőoktatási intézménybe, az egy pozitív diszkrimináció. De mi van a nem cigányokkal? Akiknek magasabb, hát mit tűr én, 8 ponttal többet kell teljesíteni, mint a cigányoknak. Ővelük szemben ez nem negatív diszkrimináció, vajon? És mi volt a helyzet annak idején a keresztény, nem tudom én, középosztállyal? Az ő számára ez nem volt pozitív diszkrimináció? Hogy a zsidóknak a számarányát korlátozta a numerus clausus a felsőoktatási intézményekben? Hát igazából arról van szó, ennél szebben soha nem mutatkozik meg az, hogy a győztesek írják a történelmet. Hát ennél szebben soha. Tehát, hogy mindig aki hozza, az nevezi el a diszkriminációt. Tehát aki diszkriminál, ő nevezi el a diszkriminációt. És ő, személy szerint, ő szeretné a keresztényeket pozitív módon diszkriminálni. Akkor ő ezt egy pozitív diszkriminációt. Na most ezt hozzámondanám, hogy annak idején, amikor bevezették 1920-ba vagy 21-be, 21-be talán, a numerus clausus, akkor az indoklás, mint később egyébként az első zsidó törvényeknél az volt, hogy a hátrányos helyzetben lévő keresztény fiataloknak a védelme. Egyébként teljesen úgy jelent meg. Arról van szó, hogy ők nem tudnak, tehát hátránnyal indulnak a versenybe. Egyébként ez volt az egyik fő ideológiája annak idején a zsidó törvényeknek is. Tehát, hogy a keresztény ember hátránnyal indul a gazdasági versenybe, hátránnyal indul a kultúrába, stb. Elképesztő kurva nagy fasiszta szakirodalma van az egésznek, és végig ez volt, hogy igazából csak
hogy is mondják ezt, forbahozni a izét, forbahozni a zsidókkal szembe, akik gazdagabbak, okosak, élelmesebbek, stb. A magyar lakosságot. Sőt, volt egy szociális vonzata is egyébként később a zsidó törvényeknek, ami aztán meghűítette csomó ilyen szegény parasztot, meg izé prolit is. Na most a női kvóta, az körülbelül ugyanez. A női kvóta, az körülbelül ugyanez. Az az állítás, hogy a nő az hátrányosabb helyzetből indul. Ami egyébként ráadásul, hogy mondjam, a fejlődés során pszichológiailag megállapítható, hogy a lányok korábban érnek, a lányok rövid távfutók, ami az értelmi fejlődést illeti. A fiúk, inkább mondom úgy, hogy férfiak, azok meg hosszabb távfutók, mondjuk úgy, hogy középtávfutók. Ez azt jelenti, hogy gondolom megfigyeltétek, hogy az általános iskolában a lányok sokkal jobb tanulók, mint a fiúk. A középiskolában is jobb tanulók a lányok, mint a fiúk, de a fiúk már zárkóznak. De a lányok még mindig jobb tanulók. Egyszerűen csak meg kell nézni az érdemjegyeket, de ez mindenhol így van, ez szintiszta pszichológia. És az egyetemen, az egyetem első néhány évében érik be a fiúk a lányokat, és az egyetem vége felé hajrázzák le őket. És amikor mondjuk az egyetemről kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor mondhatjuk azt, hogy már a fiúk jobban teljesítenek. Ez szintiszta pszichológia, és nincs benne semmi genderizmus, vagy előítélet, vagy micsoda. Tehát, hogy ez egyszerűen csak leíró pszichológia. Na most, ezen az alapon, hogyha ezt veszük alapul, a nőknek, a férfiak, azok kérhetnének magukra külön kvótát az egyetemi felvételikre, mert a gimnáziumnak az éveiben a lányok pszichológiai okokból előnyt élveznek, jobban teljesítenek. Tehát ők sokkal könnyebben jutnak pontokhoz, és a felvételin is vélhetően sokkal jobban fognak teljesíteni. Miért nincsen férfi kvóta az egyetemi felvételeknél? Pszichológiai tényekre alapozva. Miért nincs? Megmondjam, hogy miért? Mert a pofám szakadt volna le, akár 6 éves, akár 12 éves, akár 18 éves koromban, akár 25 éves koromban, ha azt mondtam volna, hogy nekem hat kelljen csak 60 métert futni a másiknak 100-at, és ugyanúgy mérjük az időt. De ki az, aki kér magára kvótát? Tehát szeretném látni azt a nőt, és ők öntudatosak. Ők büszkék. És öntudatosan azt mondja, hogy én nem akarok 113, csak 108 pontot teljesíteni. Nekem az a férfiaknak kelljen többet. Miféle öntudat ez? Milyen feminista az ilyen? Ez én komolyan nem értem. És ők magyarázzák, hogy női kvóta, hogy a női kvóta. Kurvára nem értem. Kurva megalázó. A másik sztori szintén ide tartozik. Annak idején, amikor rádióműsort vezettem a 88.1-es frekvencián, fölhívtuk telefonon a stopférfierőszak.hu forró drótját. Ez a nevük. Meg lehet keresni a honlapjukat. El akartam hívni ide egy feministát közülük, de egy férfi szólt bele az üzenetrögzítőbe, és azt mondta, hogy június nem tudom én 22-éig ez a szám nem üzemel. És itt nem is hagyhatok üzenetet. Most elképzelem azt a szerencsétlen nőt, akit ütlegel a pasia, és június 22-éig még ki kell húzni. Hát addig nem szabad elpatkolni. Mert ez a stopférfierőszak.hu az azt jelenti, a stop, hogy hát most június 4-én azt mondom, hogy stop, és így 22-ére így megáll a pofon. De várjál, stop, férfi erőszak! Robi, te most a férfi erőszak fogalmára akarsz rátérni? Lassan majd arra rátérnék. Várjál, akkor még a kvótához mondanék. Olvastam egy, hát nem olyan régi, azt hiszem 2010-es cikket a HVG-be, és utána néztem. Azt mondja, hogy jelentősen nőtt a női hajléktalanoknak a számaránya, elérte a 21-22%-ot. Mert régen
10% alatt volt. Sokkal több a férfi hajléktalan. Ez bazd meg, milyen már? De miért? Vajon miért több a férfi hajléktalan? Vár, milyen felháborító, követelem bazd meg a női kvótát a hajléktalanoknál. Hát bazd meg, izé, a hajléktalanoknál undorító macsó uralom van, bazd meg. És izé, hát a férfi dominancia, szexizmus. Legyen 50-50 százalék a hajléktalanoknál a nők és a férfiaknak a számaránya. Teljesen ne? Jogos. Teljesen indokolt. Dominálják a köztereket. De érdekes módon a felső oktatás... Igen, ahogy a Vida mondta, dominálják a köztereket, bazd meg. A csövesek. A csöves férfiak. A csöves férfiak. Légy szíves a nőkre, ne mondjad ezt, bazd meg. Ők elszenvedik a férfi dominanciát a csövekben. Na most... De vajon miért kerülnek a férfiak tömegesen utcára? És miért nem a nők? Mert megverték ott a feleségüket. És távoltartási végzést adtak. Távoltartási végzést. És egyedül az aluljáró van távol. Annál távolabb nincs semmi. Már az se. Már az sincs elég távol. Ja. És van még egy kellemetlen tény. A 80-as, nem tudom, mondd-e ez a név valakinek valamit, hogy Szegvári Katalin. Ő egy ilyen újságíró nő volt még a Kádár rendszerbe, és nem tudom, hogy ügynök volt-e vagy nem, ez most nem tartozik ide. Lényeg az, hogy volt egy Bíró Dávid nevű szociológus csávó a 80-as évek elején, aki írt egy tanulmányt arról, hogy a nők, vagyis hogy a férfiak korábban halnak. És a Szegvári Katalin meghívta őt a műsorában akkor, és szanaszét szivatta az agyát a szerencsétlen. Hát egy ilyen belvárosi, nagyon múlja zsidó gyereket kell elképzelni, hát a Szegvári úgy lemosta, mint a szart. De nem érvekkel, hanem ilyen puzséros izével. Stílus. Jó van, na, hát most érte? Hát itt vagyok lent, bazd meg. Hát itt van, na, és lemosta, még a Gálvölgyi csinált még egy paródiát is róla, hogy a Bíró Dávid oda van, sose felejtem el, oda van kötözve egy székhez, föl van peckelve a szája, és akkor a Szegvári, amit játszott a Gálvölgyi, az kér, na, erre feleljen! Hát akkor erre feleljen! Azt írja, hogy te nekem feleljen már! És a csávó, és akkor, na, így zajlott. Ez a csávó ugyanis arról írt, hogy a férfiak előbb halnak. Mondom ezt a tényt, ugye hát azért az özvegy ember ritkább volt a régi falvakban is, mint az özvegyasszony. Mondom ezt ilyen feminista ismerőseimnek, azt mondják erre, hát ez biológiai dolog. Tehát mondom, ti, mint kulturális balosok, nem gyűlölitek a biologizmust? Mert egyébként azt tudni kell, hogy a kulturális baloldalnál, így a feminizmusnál is, a biológia szó puszta megemlítése már nácizmus. Tehát, hogyha valaki hivatkozik ilyenekre, hogy biológiai adottság, az már maga az ördög. Tehát olyankor, amikor az ember azt mondja, hát figyeljetek azért, ez az egész így, mint a férfi nőse, biológia, fasiszta vagy, náci vagy, minden vagy. Hogy lehet valaki eleve biológus, mondta például egy ilyen tanárnő a ELTE TTK-n, azt mondja, biológusnak lenni, hát az borzalmas. És akkor ugye, tehát van egy ilyen nagyon erős biofóbia az ilyen baloldali, meg ilyen szélsőséges liberális társadalomtudományokban. Erről Magyarországon egyébként voltak ilyen nagy viták még pár évvel ezelőtt. Szegény Csányi Vilmos etológus professzort például meghívták az ELTE-re, és szétbaszták. De nem úgy, mert az öreg válaszolt meg minden, de neki támadt a György Péter, neki támadt egy csomó mindenféle ilyen feminista, tehát annak idején a Népszabadságban is, meg még a szociológiai szemlébe is, meg stb. Tehát a biológusokat ezek nagyon utálják. Most ezt tudni kell, ugye ez a háttérinformáció. Na most nekem, várjál, nekem most ezért volt kurva érdekes, hogy utálják a biológusokat, mert a hímsovinisták mindig biológiai érvekre, meg emberi természet, meg mit tudom én, meg ilyenekre hivatkoznak. De bezzeg, amikor azt a tényt mondom, hogy de a férfiak előbb halnak, erre azt mondja a feminista, az biológiai. Ja, akkor lehet rögtön biológia? Most akkor biológizálunk, amikor nekünk jó a válasz? És akkor meg utáljuk és nácizzuk és a biológusokat? A hát, hogy én... Félj, egy fallokrata vagy kész. Fam vagyok, na hát ez a kész. Reakcióban. Fam, te mindig provokálsz, hát ennyi volt a reakció, hát semmi. Hát az meg. Jó. Semmi. Egyébként a férfiak előbb halnak, de a nők előbb mennek nyugdíjba. Hát ez hogy a faszba van? Hát ebben mi a logika?
Az a lényeg, hogy aki tovább marad nyugdíjba, az menjen előbb? Vagy hogy? Na jó, tehát, ha a férfi van. Úgyis előbb meghal, tehát dolgozzon már tovább. Logikus, nem? De ebben mi a logika? Valaki, feminista vagy fallokrata, valaki mondja. Kurva kíváncsi vagyok. Ebben mi a logika? Miért megy a nő előbb nyugdíjba, ha a férfi előbb hal? Mert a nő kétszeresen kizsákmányolt. Otthon a férj által, a társadalom által, a gyár által, az iskola által, tehát ő mindenki által, ezért megérdemli a nyugdíj. Miért van az, hogy a gyermekelhelyezési perekben a nőnek, annak minimum alkoholistának kell lenni ahhoz, hogy a gyereket ne automatikusan ő kapja. Vagy vernie kell a gyereket. Hát az a jó, hogy jó, skizofrén. Egy csomó eset egyébként. Tehát egy csomó eset teszi a nőt annyira alkalmatlanná, hogy akár a férfi is megkaphatja a gyereket. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy egy csomó skizofrén, alkoholista és bántalmazó nő alkalmatlan annyira, mint egy egészséges férfi. A jog szerint. Szóval... Mert nagyon... a nő alkalmasabb a gyereknevelésre, mint a... Ez is és miért? Biológiailag! Megint itt a fasiszta kult szó! És hát... itt van például ez a videó, amit most megkísérlek előadni. Szóval nem a nőkkel van baj, hanem a kettős mércével. Na. Pontosan nem, hát nem a nőkkel van baj. Nézzétek meg ezt a videót! Two fucking cut. Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you. I'm not talking to you. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off who me. Who was there? Tell me who was there. People are looking at us. People are looking at us. Get your hand off me. Stop that. People are looking at us. What's wrong with you? Do you ever listen to Chrissy, stop. You're crazy, I'm fucking manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me if any, you won't listen to me. You think you're fucking all manly? No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. Motherfucking bullshit. What is fucking bullshit? What the fuck's wrong with you? What the fuck's wrong with me? Just nothing. Don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Na, ez egy ilyen remek kis színészpár volt, aki eljátszott egy szituációt két oldalról, és csináltak egy kis kísérletet. Hollandiába, vagy Dániába? Ez Hollandiába volt. Angolul van, úgyhogy szerintem Londonba. Hogy tetszett a videó? Szerintem ez a videó brilliáns. És tudjátok, hogy miért? Mert én leszarom, hogy a férfi erőszakoskodik a nővel, vagy a nő a férfival, mert én a gyengék pártján állok, és nem a nőkén. És akik ezt a videót csinálták, azok nagyon keményen szembe mennek azzal a korszellemmel, mely szerint a családon belüli erőszak az férfi erőszakot jelent. Akkor most idézzük fel azt amit az imént, amihez az imént hozzáláttam, hogy is volt az, amikor a stopférfierőszak.hu-nak a munkatársát felhívtam telefonon a Szélső Közép című rádió műsorból, körülbelül 6 évvel ezelőtt. És a rádióból hívtam, és kérdeztem, hogy engem bántalmaz a csajom, és hogy segítenének-e. És az volt a válasz, hogy nem. Nem segítenek. És kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy ők nőknek segítenek. Ez a stopférfierőszak.hu. Keressétek meg a weben.
meg fogja, mindjárt rákeresünk. Na most azért lett volna jó, ha ide jön egy férfi erőszakos csávó, mert hogyha van egy ilyen szó kapcsolat, férfi erőszak. Nincs erőszak, hanem előtte van egy jelző, ez egy jelző szerkezet. A férfit, mint jelző. Akkor van egy ilyen, hogy cigánybűnözés. Nem olyan nincs. Erre fölhördül ugyanaz a társadalmi közeg. Pontosan ugyanaz az a társadalmi réteg, amelyik azt mondja, hogy állítsátok meg a férfi erőszakot. Én meg tudod, hogy mit gondolok? Hogy ahogy a bűnözésnek sincsen bőrszíne, úgy az erőszaknak sincsen neme. Ezt gondolom. Az erőszak rossz, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő követi el. Hát kivéve a szadomazó játékba vagy. Azt nem hívom erőszaknak. A szexben minden megengedhet. Még a nemi erőszak is. A répnek nevezik a pornóba. De azok áll meg erőszakolása. Na, szóval... Megkérdeztem, hogy miért nem? Miért nem segítenek rajtam, akit bántalmaz a barátnőm? És azt mondták, hogy forduljak máshova, biztosan vannak olyan civil szervezetek, akik a férfiakat segítik. És kérdeztem, hogy mondjon már telefonszámot, hadd hívjam föl. Hát ő olyat nem tud. De hát hogy nem tud, hát mégiscsak ezzel foglalkozik. Azt mondja, hogy ők nőket segítenek. És tudjátok, hogy mi ez a stopférfierőszak.hu? Ez egy férfi gyűlölő szervezet. Ez egy férfi gyűlölő szervezet. Egy valamire vagyok kurva kíváncsi. Csak akkor nem jutott eszembe. Meg kéne kérdezni a stopférfierőszak.hu zöld számán, hogy mi van akkor, hogyha én meleg vagyok, együtt élek a barátommal, és ő bántalmaz. Akkor segítenek-e? Mert az férfi erőszak. Valójában nem az volt az ő problémájuk, hogy engem egy nő bántalmaz, vagy nem az volt a problémájuk, nem is pontosan, nem az volt a problémájuk, hogy én a bántalmazott férfi vagyok, az volt a problémájuk, hogy a bántalmazó nem férfi. Az volt a problémájuk. Mert kizárólag azt a bántalmazást tudják elképzelni, ahol a bántalmazó férfi. Na erre például kurva kíváncsi vagyok, hogy a stopférfierőszak.hu az segítene-e, hogyha a férfi is bántalmazó, meg a bántalmazás elszenvedője is férfi. Vagy ha mindegyik nő. Vagy ha mondjuk mindkettő nő. Engem például már vert meg a barátnőm. Jó, ez kurva nehéz elképzelni, hogy milyen az, ugye? Emelje föl a kezét az, akit már verte meg a barátnője. Itt vagyunk ketten. Hárman vagyunk. Mi csak verekedtünk. Négyen vagyunk. A volt feleségem, mert verekedtünk, de azért... Négyen, azért vagyunk négyen, az azért valami. A verekedés, nem tudom, tehát én nem nagyon, tehát hogy ez ilyen, hogy verekedés, tudod, ott valakit elvernek. Tehát így, én azt hiszem, hogy téged is a feleséged vert el. Csak így nem nagyon akarod ezt most így, nem akartad most így felemelni a kezed. Puskatussal ütött, hát most viszont. De én adtam neki pofont. Első feleségem, nem a gyereke mondja. Tudjátok, hogy mi a legrosszabb a családon belüli erőszakban? Nem a verés. Nem a pofon. Hanem az, amikor nem tudod, hogy mikor kapod. Tehát így folyamatosan készültségben kell lenni, mert bármikor kaphatsz. Bármikor üthet rajtad. Konkrétan fizikailag. És tudod, hogy mi a helyzet? Hogy egy kis csaj, tehát hogy így megfogod, oda baszod, és talán megölöd vele. Nyilvánvalóan nem csinálhatsz ilyet. Nyilvánvaló, hogy nem tehetsz ilyet. Ezért tudod, mit csinálsz? Én elmondom, hogy én mit csináltam, amikor vert a barátnőm. Én magzatpózba vágtam magam, és egyébként már vertek meg engem utcán is. És akkor is azt csináltam. A perzsák. Siófokon. Az viccesen. Ja. Így összerántom magam magzatpózba, igazából a vesédet tudják lerúgni. Tehát, hogy így magad alá húzod a fejedet, fölhúzod a térdeidet,
így valamennyire védd a belső szerveidet, és akkor így püfölnek. Így ütnek, és várod, hogy vége legyen. Csodálkozol azon, hogy így izé, hogy így... például az a kurva érdekes, hogy azon csodálkozol, hogy miért izé, miért csorog a nyálad. Hogy csorog a nyálad. És sokkal később jössz rá, hogy az a véred volt. De igazából annyira szétcsap az adrenalin, akkor és ott, hogy nem érzed azt a sérülést, amitől vérzel. Csak az, hogy a nyálad csorog, és nem érted miért. Nem szokott. De nem vicc a családon belül erőszak, basszátok meg. És nem törvényszerű, hogy izé, hogy férfi erőszakoskodjon nőkkel. Kurvára nem törvényszerű. És a fam, ő is pofoszta. A nője puskatussal ütötte. Tudod, mit jelent az, hogy pofoszta? Hogy úgy adta vissza a nőjének, hogy bazd meg, a nője 6-szor akkorát adott neki. Miért? Mert az ő fizikai ereje mondjuk 2-szer akkora. Nyilvánvaló, hogy eltörheted, mint egy kurkapálcát, ha akarod, mert erősebb vagy, mint ő, de az is nyilvánvaló, hogy nem fogod megtenni. Mert az erőszakhoz nem a fizikai erő az erőszaknak. Az erőszaknak a fizikai erő csak olyan, mint egy kés a gyilkosságnak. És a kés az nem gyilkos fegyver. És akkor a passzív erőszakról még nem is beszéltünk. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk tegyük fel, egy férfi megver egy nőt egy családon belül. Az hogy kezdődik el? Az a folyamat. Az úgy kezdődik, hogy a férfi... Jaj, volt a Friderikusznak egy zseniális... Hú, erre rá kéne keresni, basszátok. Igen, megyek pisírni, amíg megkeresem. Volt egy... Bazd meg, olyan filmje volt a Friderikusznak. Az valami zseniális volt. Képzeld el, hazajön a kisgyerek. Kisfiúgyerek, papás-mamásat játszanak a kisgyerekek. És a fiúgyerek hazajön, és így előadja a kislánynak, hogy hol a vacsora, te szark, ribanc, kurva! Vagy valami ilyesmi, de ilyen, nem tudom én, ilyen 8 éves gyerekek. És így izé, és így törzúz, meg így ütvág, és így fogja a babát, a kislány babászik, és így megfogja a babát, és úgy oda bassza az ágy lábához, hogy így leszakad a feje. A Friderikusz a 90-es években ezeket mutogatta. Hát ez volt a fogalma a Friderikusznak a családon belüli erőszakról, hogy apa megjön, anya otthon a gyerekkel. Így várják őt szeretettel, de az apa részeg, és egyszerűen akkora, tehát úgy üti meg az anyut, hogy az anyu kezéből kiesik a gyerek feje nekiesik az ágylábának, és leszakad. Ez volt tehát a Friderikusz ezt a képet projektált a magyar társadalom számára a családon belüli erőszakra. Ez így történik. Ez az érzelmi dinamikája. Tehát, hogy ez így. Apa hazajön, anya szereti a gyereket, apa megöli mindkettőt. Kész. És ez volt a vége. És akkor mondta, hogy így izé, hogy tégy az erőszak ellen, meg mit tudom. Tehát ez volt a sztori, így volt felépítve. Tudod, hogy szerintetek mivel lehet nagyobbat ütni? Mondjuk jobb kézzel egy sallert, vagy pedig mondjuk egy olyan mondattal, ami mondjuk úgy hangzik, hogy még te nevezed férfinak magad, még egy kurva gyereket se tudtál nekem csinálni. Na, melyik durvább? Melyik erőszakosabb? Melyik kegyetlenebb? Nem tudom, biztos, hogy van olyan ütés, biztos, hogy Mike Tyson tud olyat ütni, ami nagyobbat csattam, mint a második mondat. Biztos vagyok benne. Nem azt mondom, hogy ennél a mondattál nem lehet nagyobbat ütni. De azt is mondom, hogy ütöttek már családon belül kisebbet, mint ez a mondat. Nem így mérjük az erőszakot. Mi az, hogy férfierőszak.hu? És ez egy létező oldal. Volt egy reklámkampány, poszterek egy csomó helyen ki voltak rakva. Arról szólt, biztos emlékeztek rá, 3 személy volt rajta, egy apuka, fiatal anyuka és egy kisgyerek. Az anyuka és a kisgyereknek a fején egy-egy zacsi volt, az apuka mosolygott, a zacsin mosolygó arcok voltak. Az volt felette, hogy vedd észre, ha valami nincs rendben. Én kibaszottul fel voltam ezzel háborodva, és azért voltam ezzel kibaszottul felháborodva, mert csak ez az egy plakát volt a családi belüli erőszak ellen. És én annyit szeretnék elmondani, ez egy személyes dolog, de engem, az anyám, az egész gyerekkoromon végigvert, nagyon durván.
És az anyám kibaszta az apámat, körülbelül ilyen, hát ilyen 8-9 éves voltam akkor végleg. De úgy, hogy úgy adta ott az apámat, hogy teljesen normál, viszonylag normálisan együtt éltek. Az apám nem egy erőszakos, egy simulékony ember alapvetően. És azt mondta neki egyik nap, hogy egyébként beadtam ellened a vállópert. Ez volt a anyámnak a mondata. Majd még körülbelül 4-5 évet együtt élt az apámmal, miután elvált tőle. És körülbelül 14-15 éves koromig folyamatosan vert az anyám. Bármiért, amit el lehet képzelni. Én reggel túl lassan ettem, akkor kaptam egy pofont. Mert ő mindig elkésett a munkahelyről, mert nem volt képes fölkelni időben ahhoz, hogy beérjen. És egy idő után már azért nem tudtam reggelizni, mert ilyen görcsbe volt a gyomrom, mert tudtam, hogy pofán fog vágni az anyám, mert nem eszem elég gyorsan, és már nem tudtam egy fél kiflit megenni reggel. És ezt én nekem 15-16 éves koromig el kellett viselnem. A megaláztatást, a verbális megaláztatást, a verést, és ezért számomra soha nem ütöttem meg tényleg soha egy nőt sem, és iszonyatosan tisztelem a nőket, ennek ellenére, hogy az anyám így viselkedett velem, és ezért kibaszottul felháborítónak tartom, hogy ilyen plakátokkal kell szembesülnöm, nap mint nap. Úgyhogy ezt nekem meg kellett élnem, úgyhogy ennyit szedtem volna erre mondani. Nekem van egy nagyon szép esett tanulmányom egyébként, egy vidéki családról van szó, nevelnek 3 gyermeket, és azt tudni illik, hogy az apuka rengeteget dolgozik, külföldre is kijár azért, hogy a családot eltartsa, de viszont az anyuka alkoholista, itt kezdődik a történet, és történik egy kis probléma, ugyanis anyuka napi szinten egy 4 liter bort megiszik, és kicsikét nem figyel, és felgyújt. Az kurva emberes, bazd meg. Én nem bírok meginni annyit. Mindegy, az a lényeg, felgyullad a ház, és az nagyon nagy tragédia történik, az egyik kisgyerek bennég. Na most egyértelmű, hogy ki a hibás, ugye az anyuka ebben az esetben. A történet a következő, hát az anyukát is mindenkit orvosi ellátásban részesítenek, majd apuka hazajön, és őt vonják felelősségre, és kap 2 év felfüggesztett börtönt. Azért ez elgondolkodtató szerintem, hogy akkor a jog most nem volt ott, de őt vonták felelősségre, hogy miért nem akadályozta meg a történteket, amikor tudta, hogy a felesége alkoholista. Mert ilyenkor legyen férfi a lábán, a talpán, a családfő. Ilyenkor legyen férfi a talpán. Jó, kurva kemény sztorik ezek. Kurva kemény sztorik ezek. Nézzétek meg ezt a plakátot alaposan. A plakáton van bajom, nincs párja. Igen. Hát annak, hogy nincs párja. Hát igen. Jó. Önmagában Ha lenne női változata is a plakátnak, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Hogyha létezne egy női változata is. De valószínűleg ez nem véletlen, hogy nincs. De hogy figyelitek, de hogy nem, azt figyeljétek meg, hogy a fater az mennyire konform. Nagyon. Nagyon. Ilyen joviális. Igen, igen. De azt ugye szó szerint ütős. Ezúttal akkor nem azt mondjuk, hogy a kurva anyját annak, aki ezt a plakátot csinálta, hanem annak a kurva anyját, aki nem csinálta meg ennek a párját. Volt, csak a feminista szervezetek betiltották? Jaj, mert olyan erősek. Jó, egyébként Magyarországon tényleg, tehát mi erről beszélünk, itt azért még más a helyzet, de azért mitől vannak olyan rém államok, mint Svédország, ami számomra Szaúd-Arábia után következik az ellenszenves országok sorába, tehát tényleg, tehát ide jön egy svéd bazd meg, én inzultálni fogom és leköpni. Tehát ami Svédországba megy, az ha igazak persze, amiket hallok, mert nekem vannak, akik ismerőseim ott élnek, hát az borzalmas. Tehát ami Svédországban egy borzalmas. Tehát az tényleg ilyen kulturális baloldali terror. Én nem, és Norvégiában nem tudom, de igazából Breiviknek, svédnek kellett volna lenni, és nem norvégnak. Tehát ez, amiről érdemes volna beszélni... Várjál egy kicsit, ezt megnézzük már. Ez itt Kata, a barátnőm. Lefeküdtünk. Én nem szeretek kotonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusza van. A nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek. Ha ön férfi, költse adója 1%-át óvszerre, és hogy pénze ne vesszen kárba, húzza fel.
Ez nem. Itt Kata a barátnőm. Lefeküdtünk. Én nem szeretek Kotonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusza van. Egy pillanat. Ő Kata a barátnőm. Nem szeretek Kotonnal kefélni. Úgy látszik, ő sem. Ő értelmi fogyatékos. Ja. Ő neki nem is, tehát azt mondod neki, hogy Koton, és így néz. Ő, valójában elvégeztek rajta egy lobotómiát. Ilyenek a magyarországi nők, hát ez van. Igazából megbaszhattam volna Kotonnal is, de szívesebben egy ilyen félholt nőstény szívesebben baszok Koton nélkül. Hát bocsánat, én kérek elnézést. Neki most abortusza van. Ez, stop férfi erőszak, hát ez a hirdetés, ez a nőket emberszámba veszi. Katától nem várjuk el, hogy egyáltalán azt mondja, hogy Sanyikám, te, hogy nem szeretsz Kotonnal kefélni, nem megyünk el, hogy elköttesd magad? Vagy nem rakunk be egy pesszáriumot beléjem? Nem, ilyenek föl sem merülnek, nézd meg Katát, mennyire öntudatos. Katát még nem szabadította fel a férfierőszak.hu. Faszom, ez annyira durva ez. Megismétlem. Ezek férfi gyűlölők. Hallgasd meg ezt a speech-et. Tehát Kata egy áldozat. Kata a neméből kifolyólag alaphelyzetből áldozat. A férfi az meg egy állat. Egy ember alatti állat. Ez itt Kata a barátnőm. Lefeküdtünk. Én nem szeretek Kotonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusza van. A nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek. Itt belép egy nő, és ő mondja el. Tehát itt belép egy nő. Ő mondja el, hogy a nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek. Is. Tehát Kata is felelős volt, de szerint? Mi a faszom van az ékezetekkel? Ellopták a férfiak? Mind a hármat ellopta egy férfi? Férfi bűnözés. Loptak, erőszakolnak. Neki most abortusza van. Nem Kata döntött így, hogy abortusza lesz. De Katát miért nem hallgatjuk meg? Mert a lobotómia után már egyáltalán nem tud beszélni? Vagy miért? Kata hogy mesél? Kata vagyok. Ez itt a barátom Sanyi. Nem szeretem, ha Kotonnal kefél. Nekem most abortuszom van. Így döntöttem. Úgy döntöttem, hogy ezt a kis férget, amit belém petézett, kivágatom magamból. Mondja Kata. Vagy nem mond ilyet? Kata nem tanult írni, olvasni? Katát egy juhászkutya nevelte fel? De most komolyan! Férfi gyűlölők! Csávó viszont azért nagyon kis szolid hangon mondta. Én nem így mondtam volna a helyébe. Ez a kis rubanc itt a csajom. Én nem szeretek Kotonnal kurni. Hát megbasztam, bazzeg, úgy maradt a faszomba. Jó, csak túl népszerű lenne. Tehát nem 300-an nézték volna meg eddig, hogyha te szinkronizáltad volna. Ha ön férfi, kölcse adója 1%-át offszerre. Ha ön férfi, kölcse adója 1%-át offszerre. Érted? Ők egy olyan civil szervezet, akik nem kérik az ön 1%-át. Ők azt kérik, hogy ószert vegyen belőle. És hogy a pénze ne vesszen kárba, mert a férfiak ráadásul kapsiak. Azért húzza is fel, jó? Legyen szíves! Ebből süt a férfi gyűlölet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor merészelne egy férfi szervezet, mondjuk ilyenek nincsenek. Persze a feministák szerint mindegyik az. A saját klubjukon kívül. Jó, hogy mikor Robi. Merészelne egy férfi szervezet, mikor merné megcsinálni ennek a kampányfilmnek a párját. És levetíteni. És annak milyen következményei lennének? A nem kívánatos terhességek megszakításáért a nők is felelősek. Vegyen óvszert! Az ön felelőssége is. Mondjuk egy ilyen felvilágosító film. Ki lennék üzetve
az országból. Na jó, azért bazd meg. Bocs. Azért a férfi állat. És hogy először is kárba, húzza fel. Na, először is a férfi szőrös, bazd meg. Itt kezdődik. Büdös. Tehát jobban büdös és szőrös, jobban hasonlít a majomra. Míg a nő sima. Érted? Finom. Tényleg. A cigánynak barna a bőre, a zsidónak kampós az orra, a férfi meg szőrös. Ellenzik az abortusz bármi nemű korlátozását. Jó, hát ez már csak elvárható. Tehát, hogy... És mi van, várjunk egyébként, abba belegondolunk, hogy mi van, hogyha a magzat nő nemű? Ha férfi, akkor világos, hogy ellenezzük az abortusz korlátozását. Teljesen logikus. De mi van, ha a magzat tegyük fel nő nemű? És az abortusz során megölünk egy női magzatot. És mi van, ha a sebész férfi? Hoppá! Férfi, sebész, kivágja a női magzatot. Az nem férfi erőszak, pont hú! Na, még nem beszéltünk egy érdekes dologról ám. Nevezetesen, hogy az a fajta kulturális baloldal, ami... Várjál, de addig nem dumálok, amíg ha keresel valamit. De hol van, de volt itt nyitva egy ilyen mailbox. Az a bal felül, bal felül. Ja, igen, látom. Köszi. Na. Voltak most ilyen... Beszélj már a saját élményeidről, mert olyan nagyon durva élményeim nekem soha nem voltak a családon belüli előszakkal kapcsolatban. Jó, hát egyszer volt ez a puskatusos dolog, de hát most... Jó, de a nők is így beszélnek egyébként arról, amikor a agyba főbeveri őket a férjük, hogy jó, hát egyszer megcsinálta a Sanyi, mert akkor nagyon sokat ivott, de nem tehető róla, jó ember, rendes, dolgos ember. Az már nagyon rég. Na meséljél, idézzük. És én hoztam ki a sodrából. De tényleg ide, a feleségemet. Stockholm-szindróma. Én hoztam ki a sodrából, és aztán ráadásul még meg is pofoztam, és akkor utána térden állva kértem bocsánatot tőle, mert nagyon szégyeltem, hogy én férfiként megpofozok egy nőt. Most az igazat mondjad. Az a poén egyébként, hogy tényleg így volt, basszátok meg, egyáltalán nem egy vicces sztori. Kurva szar volt. És soha a büdös, hát persze, mert elviccelem, soha a büdös életben nem vertem egyébként nőt, előtte se, utána se, pedig előtte is volt barátnőm, utána is volt, második feleségem is volt, kisfaszom, minden volt, kizárólag az első feleségemmel voltak ilyen testi inzultusok. És kurva szar volt, na, nagyon szar volt, tehát az is szar volt, amikor, mit tudom én, ő nekem esett puskatussal, és az is szar volt, amikor én meg megpofoztam. Tehát az a poén, hogy mind a két alkalommal éljöttem ki rosszul a dologról. Hát az egyik az, hogy férfiatlan vagyok, a másik az meg, hogy erőszaktevő vagyok, a gyengébben szemben. Hogy pofoztad meg? Ököllel ütötted? Nem, vagy ököllel, tenyérrel, bazd meg. Ő meg puskatussal. Ő puskatussal. Stop férfi erőszak, basszátok meg! De valahol egyébként, hogy mondjam, tehát... Én sajnálom őt mégis. Stockholm-szindróma. Na, a passzív... Puzsér, a passzív erőszakról nem beszéltünk. A gárdonynak van ez a darabja, a bor. Abban van ilyen pofonvágja a nőt a férfi, és utána még ő érzi magát szarul. Igen, egyébként persze. Na most, ezek a nők... Nőt verni nagyon szar azért, az nagyon szar érzés. Tehát kivéve a nem szexuális, meg szadomazó játék, az más, én mondjuk tőlem távol áll az ilyesmi. Én soha nem ütöttem meg se férfit, se nőt, basszátok meg. Tehát, hogy így én nem tudom milyen egy másik embernek az arcát ütni. Nem tudom, és szeretnék úgy meghalni, hogy nem tudom meg. Na, szóval, gondolkodtatok már azon? Azokon a... Mert hogy ezek a férfi gyűlölő szervezetek, meg ezek az úgynevezett feministák tele vannak sztereotípiákkal. De gondolkodtatok-e már azokon a sztereotípiákon, amelyek a feministáknak, meg az öntudatos szingliknek a metszetén található nőket jellemzik? Akik ezt is akarják, meg azt is. Elvárják, hogy a férfi a randin fizessen, sikeres legyen, előzékeny legyen. Tehát az összes középkori ilyen hímsoviniszta cuccot. Kurvára hímsoviniszta szokást, de eközben pedig a
a feminizmusnak a táljából is csipegetnek, és elvárják, hogy ők, őnek is saját karrierjük legyen, és hogy őket, ők nekik saját férfi beosztottjaik legyenek, és hogy ők a, tehát egy teljes komplett férfi életet le akarnak élni, plusz egy teljes komplett női életet, és mind a kettőhöz való előjogokhoz ragaszkodnak. Na de ez hogy működik? Ez nem kettős mérce? Igen, ilyenkor mi zajlik? Amikor a Amikor a jobb kezében van a stop férfi erőszaknak a kiadványa, a bal kezében meg a kozmó. Az milyen? Az milyen státusz? Na, erről van valami film? Mert én erre vagyok kíváncsi. Lesz film erről is. Arról, hogy a nők milyen állapotban vannak, és milyen, milyen kétségbejtően szar állapotban vannak. Látom, egyébként van egy másik téma. Hogy van az, hogy a férfiak... Hogy van az, hogy a, hogy van az, hogy a... hogy a nőket, azokat szülni küldik, és a nők számára az, hogy őket szülni küldik, az ilyen sértő és lealacsonyító. De amikor a férfiakat dolgozni küldik, akkor az meg egy olyan dicsőséges és nagyszerű dolog a férfinak. Ez például hogy a faszba van? Ezen gondolkodjunk már egy kicsit. Hogy a nő az azt éli meg, amikor elküldik szülni, küldik, kvázi elmegy szülni, hogy ő most itt itt kiesik a karrierépítésből neki 2 vagy 3 év, ami alatt a férfiak őt így beelőzik, és ez igazságtalan. Na ez nem biológia. Ez szintiszta szociológia. A biológia az arról szólna, hogy, hogy ő abban teljesedjen ki, hogy szül. Ha már biológia. Ha már szóba került ez, hogy biológia. És azt gondolom, hogy mások az evolúciós szerepek. A férfi az egy támadó principium. A nő az egy védelmező principium. Félre ne értsétek, nem az a fasság, hogy a férfi behatol, hanem hogy a tudomány belehatol a természetet. A férfi az sperma szóró hintő. Ő egy szántóvető. A nő az védelmező. A nő, a nő a hátország, a férfi a front. És ez nem hímsovinizmus, hanem ez a maga a természet. Az, hogy vannak férfi és női principiumok, az természettől való tény. Na ezt tagadja a feminizmus. Na, várj, az egész gender study erről szól, ez egy történeti konstrukció, amit te most mondtál. Ez se nem biológiai, de még csak nem is kulturális, ez egy ilyen történetileg, időlegesen kialakult valami, amit a férfi uralom csinált meg. És egyébként ez, hogy az újbalos irányzatok azt mondják, hogy X dologra, amit azt hinnénk, hogy ez az emberi természet, egy történeti konstrukció, annak általában az a lényeg, hogy ha történeti konstrukció, akkor itt és most így meg tudjuk rendeletileg változtatni. Jó, hát ez az értelme. Kommunisták így gondolkodtak. Abszolút. Abszolút. Ez teljesen ugyanaz, mint a sztálinizmus. Teljesen ugyanaz. A kulturális baloldaliság a kultúra szintjén, tehát nem a gazdaság, kultúra szintjén abszolút olyan, mint a sztálinista. Új embert létrehozni, teljesen eltörölni a múltat, a nemeket, mindent föl lehet cserélni és megváltoztatni azok szerint, az ideák szerint, amit ők úgy gondolnak, hogy az úgy jó. Érted? Ez a kulturális baloldaliság. És nem tudom, egyébként most már szerintem, mert most végig fogod mondani a mondani valódat, de Robi, van egy kurva érdekes téma, csak lehet, hogy ez egy újabb alkalmat viszel, és most ez egy kérdés, hogy most beszéljük róla, vagy egy egész alkalmat szánjunk, hogy az a kulturális baloldal, ami ilyeneket nyomat itt Európába, hogy hogy feminista óvoda, meg gyerekeknek semleges nemű, meg mit tudom én, hagyományos nemi szerepeket felcserélni, meg hasonlót, ugyanakkor bazd meg, védi az iszlám bevándorlókat meg ezeket. Akik csadorba járatják és ki akarják vágni a csiklóját. Azokat védik, mert csak az európai fehér férfi lehet ám a rohadt gecisi. Nem, de ez kurvára így van, Na ez egész kulturális baloldal megérdemelne önmagába egy estét a feminizmuson kívül is. Pusztán azzal, hogy nem lát el az Orra hegyénél tovább. De komolyan, a saját csiklójáig nem lát el, és ezért fogják kivágni. Tehát téged egy kulturális balos kétszeresen fasisztáz. Egy, nőellenes vagy, muszlim ellenes vagy. Egyszerre a kettőt bazd meg. Mert neki valahol ez a két dolog, ez olyan nagyon konzisztensen összeillik.
De lassan ez már csak Magyarországon. Tehát az az igazság, Nyugat-Európa kezdi ezt meghaladni. Skandinávia, Anglia, ott ez kurvára megy. Épp az, hogy Magyarországon nem, mert itt az Orbán kormány visszahozott egy 20-as, 30-as évekbeli izé. Jó, de te is tudod, hogy izé, a stop férfi erőszakot azt nem befolyásolja. Nyugaton rengeteg ilyen van. Tudod, hogy följelentett a szexuális zaklatás, ezekről nem beszéltünk. Megdicsérem a kolléganőmet, bazd meg, hogy mit egy csinos, följelentett szexuális zaklatásért. Jó, ez a 90-es években ment kurvára, de még máig azért ez a dolog nem zárult le. Na, következő, akkor vigyük végig a női témát, mert egyébként csak negyed óra van, de a következő alkalommal beszélgethetnénk a politikai korrektségről általában, és azon belül a muszlim, meg egy csomó minden dologról. Most miről beszéltem, mert én már nem emlékszem. Hát bazd meg, hogy a női és a férfi principium. Ja igen, a női meg a férfi principium. Arról van szó, hogy a férfi minden szívdobbanásával megtermel 100 000 spermiumot. Minden szívdobbanásával. A nő az egy hónapon keresztül védelmez 2 darab petét. A nő védelmező. A férfi az meg támadó. A férfi behatol. És ez egy mélyebb és ősibb tudás, mint bármi, ami a történetben tudható. Mert ez igazából még csak nem is történeti tudás, hanem ez egyfajta mély analógiás tudás. Egyszerűen a törzsnek, vagy a csoportnak, annak két pólusa van. Van a belső, és van a külső. Kívül egy fal van, belül egy tűz. A tűz adja a meleget, a tűz mellett játszanak a gyerekek, a tűz adja a biztonságot, a tűz a falu közepén van. A tüzet vigyázzák a nők. A falu szélén kívül van a határ, az a mesdje. A határon hideg van. A határon háborús helyzet van. A határ az nem stabil, nem állandó, mozgásban van. Kitolódik, visszatolódik. A határt védelmezi a férfi. Ezek a szerepek, ezek ősibbek, nem a feminizmusnál. Ezek a szerepek egyidősek az emberiséggel. Mindenféle stopférfierőszak.hu portálok jönnek meg, mennek, ezek a szerepek örökké így lesznek. Ezek változatlanok. És ebben nincsen semmi himsovinizmus. Ez a mai, ez egy olyan világ, amelyben a férfiak elnőiesednek, és a nők elférfiasodnak. Valóban. Én például el tudom képzelni, hogy néhány évet szívesen maradnék otthon a gyerekemmel. És nem gondolom azt, hogy ez megalázó lenne. És azt is el tudom képzelni, hogy a feleségem meg szívesen menne el dolgozni, és nem gondolom, hogy az olyan gyalázatos vagy borzalmas lenne. De soha az életben nem vetemednék arra, hogy tagadjam azt, ami a emberi faj létezése óta állandó. És megmásíthatatlan. A férfi háborúra termett. Ez ma a gazdaságban zajlik. Ma a gazdaságban, a piacon zajlik a háború. A nő védelmezésre termett. A nő a bázisban van, a tűz mellett van, a gyereket neveli. A férfi ezt a nemzedéket őrzi, a nő a következő nemzedéket növeszti. Érthető? De ha ezt úgy fogalmazom meg, hogy a nő helye asszonyai a konyhában van, akkor ez ilyen nagyon primitíven hangzik. De az alapjánál, a gyökerénél, ha tapintod, akkor azt fogod találni, hogy ezek a legősibb principiumok, alapok. Ezekre az alapokra épül az emberi faj, az emberi civilizáció. Na most a mai kor az egy elférfiasodott kor. Nem volt mindig ilyen. Voltak feminin korok is. A mai kor az egy nagyon férfi kor. Miért van az, hogy a TV2 műsorának az a címe, hogy aktív?
mert a mai kornak az aktivitás az a alapvető értéke. Miért nem lehet egy tévéműsort eladni azzal a dumával, hogy passzív? Nézze a passzívot! Mert a passzivitás az rossz, ugye? A passzivitás az gyöngeség. A passzivitás az megvetendő. A passzív az ugyanott marad, azzal mire megyünk? Mert a mai kor nem érzékeny a passzivitásnak az értékére. Mert az aktív az hódít, de a passzív az megőriz. És a passzívnak ugyanúgy megvan a szerepe, és legalább olyan fontos szerepe van, mint az aktívnak. Csak a mai kor az aktivitást preferálja. Ezért a mai kor egy férfi kor. Ezért a nők elférfiasodnak. Egyszerűen ezek a feministák, ezek elirigyelték a férfiaktól az aktivitásukat. Mert bedőltek a korszellemnek. Mert nem tudnak befelé figyelni a saját természetük hívó szavára. Ezért egyszerűen elkunyerálják a férfiaktól a piacot, a sluszkulcsot, már nem a mázsatéri piacot, vagy a nem tén a nagyváratéri piacot, azt nem, hanem a tőzsdét, így mondom. Csányi Vilmos etológus ezt mondta. Azt mondja, meghívtak engem a feministák egyszer egy vitára. És mondtam nekik, hogy de miért ezekben a szörnyű macsó fogalmakban és értékekben gondolkodnak ők maguk, a feministák? Miért férfi tulajdonságokat és férfi értékeket akarnak maguknak? Miért nem a női kultúrát és a női értékeket próbálják propagálni? Mondta a Csányi a feministáknak. Mondom, mellett küldve a kurva anyjába. Hát fasiszta náci. Szóval, hogy arról van szó, hogy azt mondjátok meg, hogy egy gyereket felnevelni az miért alávalóbb dolog, mint egy céget vezetni. Ja persze, ha itt teszem fel a kérdést, akkor mindenki így ingatja a fejét, hogy hát nem alávalóbb, hát miért lenne alávalóbb? Hát ki mondta, hogy alávalóbb? De a társadalmi presztízse, az vajon milyen? Mekkora? Mekkora annak, ha egy céget vezetsz, és mekkora annak, ha egy gyereket nevelsz? Én büszkén tologattam a Flórát, emlékszel. Jó, egyszer nem majdnem le is ment a babakocsi a izé. Én mentettem meg a gyerekedet. Állok ezzel a hülyével a izé előtt, a Moszkva téren, és faszek kilazul a kurva babakocsi, és így elindult így a bazd meg, izé, ő vette, és így rohantunk a Flóra után, hogy ki ne menjen az útteste. De ez már rég volt. Jó, de szóval arról van szó, hogyha te nevelnéd a lányodat minden nap, tehát így életmódszerűen nevelnéd a lányodat, akkor hidd el, hogy a babakocsi tologatás közben nem büszkeséget éreznél, hanem frusztráltságot. Így, hogy időnként megkapod a Flórát, és így tologathatod a babakocsit, így azt érzed, hogy... Másfél évig együtt voltunk, minden nap tologattam a babakocsit. Egyébként kurva sok ilyen fiatal anyuka elkezdett velem hirtelen rokon szemvezni, tehát igazából még volt egy ilyen aspektusa is. De nem, én szerettem, én nem szégyeltem. Jó, volt néha, hogy a sört vetettem oda, azért a babakocsiba, érted? Szóval, kurva, de jó volt. Tehát én nem, nekem az nem volt ciki. Pelenkáztam is a Flórát rendszeresen, bazd meg éjszaka többször fölkeltem, nem volt ez gond. Nekem ott kezdődik a gond, amikor jön a feminista bazd meg, és akkor, hogy ne mondjak macsó vicceket, meg a szóhasználatom ne legyen, meg átírja a történelmet, meg mit tudom, hogy tehát totalitárius gondolkodás, ez egy totalitárius gondolkodás, pontosan ugyanolyan, mint a sztálini bazd meg a hitleri, tehát az, hogy feminista tudomány, meg az egész, az pont olyan, mint hogy nordikus árja fizika bazd meg Micsurini biológia, pontosan ugyanakkor ugyanak. A fasság. Tehát nem csak arról van szó, hogy ugyanannyira totalitárius, és ugyanannyira az ilyen a világ teljes magyarázatát egyetlen egy elméletre vár, ami soha nem működött az életben, a történelem során soha, de nem csak erről van szó, hogy ennyire totalitárius, meg ennyire egydimenziós, hanem arról van szó, hogy ugyanolyan sötét dogmákon alapul. Tehát arról van szó, hogy mi vagyunk a forradalmi élcsapat. Miért? Mert erre a kérdésre nem mert erre a dogmára nem teszed fel a kérdést, nem kérdezel rá, különben Beria elvtárs golyót ereszt a fejedbe a picsába. Érted? De így működnek a totalitárius rendszerek. Tehát, hogy így
arról van szó, hogy a nők, csak a nőknek szabad. Tehát a nő, hogy mondjam, mert így bánunk a nőkkel, ahogyan láttátok Katát. Tehát most így ettől a Katától kifél. Hát senki se tud félni. Hát hadd szabadjon neki Sztálinosas játszani, na! Hát most, majd akkor mi lesz maximum, mi lesz? Kicsordul a nyála a szája szélén, vagy mi lesz? Mi tud történni? Hát így is lobotómiát követtek el rajta, baszol. De értitek, hogy miről beszélek? De ez volt az a reklám, ami a nőket abszolút nem vette ember számba. De így gondolkodnak az elférfiasodott nők, akik olyan erőszakosak, mint a férfiak, mert elirigyelték az erőszakot, és elirigyelték a háborút a férfiaktól, azok így gondolkodnak azokról a nőkről, akik még nincsenek felszabadítva. Mint a növényekről. Láttátok Katát? És ők fel akarják szabadítani Katát. Hát először is Katán elvégeztek egy lobotómiát, hogy legyen mit felszabadítani. Vigyázz, bazd meg, miket beszélsz, mert rendeletileg megvonják a pinát a szádtól. Szóval arról van szó, hogy a nők azok betörnek a férfiak frontjára, és elkezdik védelmezni a határokat. A férfiak mellett válnak vetve. De közben a tűzre is kell figyelni, hogy a tűz ki ne aludjon. Rohannak vissza a tűzhöz. Raknak a tűzre, megint rohannak vissza harcolni a frontra. És megint vissza a tűzhöz. Eközben szarrá frusztrálják magukat, nem tudnak jól teljesíteni a tűz mellett se, és a fronton se. És nem azért, mert bármelyikre alkalmatlanok lennének, hanem azért, mert mindent akarnak. Tehát arról van szó, hogy ő azt akar, elvárja, hogy tiszteld. Ő ugyanannyit ér, mint te. Ő ugyanazt a pénzt megkeresi, mint te, és lerakja, mint te. De te engedd előre az ajtóban, segítsd föl a kabátját, amikor föl kell és fölkezd, bár nem tört el a válla, tehát mozog, de segítsd föl a kabátját, mert ő attól érzi nőnek magát. De a következő percben már versenyez veled. Már többet akar keresni. Már frusztrált akkor, hogyha te tartod előt, de a vacsorát azt fizest. De a taxit azt fizest. És hát teljes tudatzavar, teljes szerepzavar, teljes identitászavar. Így egyszerre igazából minden kell, minden kéne. És ez a szerepzavar, ez azért van, mert a nők miközben szociálisan férfi mintákat másolnak, közben a saját természetük, a saját lényük állandóan visszarántja őket a női szerepekbe. A természet harcol a kultúra ellen. És a nők megfeszülnek. De közben mindent akarnak, és egyre erőszakosabban. És egyre jobban követelik a mindent. Úgyhogy ők mindent teljesítenek, de közben semmit sem igazán, semmit sem teljesen. Halálosan frusztráló lehet, és a férfiaknak pedig kibaszott nyomorúságos ezt elviselni. Az az igazság. Kibaszott szar. De hát így mind a kettő tacsra megy. De a jövő héttől ezt folytatni fogjuk, ezt a témát. Mert van itt, bőven van itt még miről beszélni. Még ezt a film részletet megmutatjuk azzal kapcsolatban, hogy megelőlegezzük, hogy a jövő héten miről lesz szó, és hogy. Csak annyit akartam mondani, hogy sajnos a mai világban kevés nő engedheti meg magának, hogy otthon maradjon. Ez a baj. Tehát, hogy ezt nem a nők találják ki elsősorban. És nem kizárólag ők a hibásak ezért, és nem minden nőre jellemző. Igen, ez egyébként egy külön téma, tehát az is igaz, tehát, hogy elmegy szülni, és akkor kirúgják a munkahelyéről, meg mit tudom én, tehát persze. De nem, meg el kell, hogy menjenek mellett. Na várjunk csak egy pillanat. Mindig arról beszélünk, tehát amikor a nőknek az esélyegyenlőségéről beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, igaz? És ez rendszerint elhangzik a kibaszott feministák szájából, hogy a nők azok kevesebbet keresnek, meg lehet nézni a statisztikákat, meg az átlagokat, meg a számokat, hogy keresnek a férfiak, és hogy keresnek a nők. Akkor viszont én feltenném azt a kérdést, hogy hány férfi kerül
az utcára, nem úgy az utcára, hogy otthonról a felesége kibassza, hanem hogy hány férfit bocsájtanak el, úgy, hogy a picsába elküldik, és hány nőt? Hány férfit építenek le a munkahelyén, és hány nőt? Nyilvánvaló, hogy vannak olyan szakmák, amelyek elférfiasodtak. És vannak olyan szakmák, amelyek elnőiesedtek. Például a broker szakma az elférfiasodott. Ettől a ténytől a feministák epét hánynak. Ők is akarnak venni és eladni. Ők is részt akarnak venni a harmadik világ nyomorúságosabbá, és még nyomorúságosabbá, és még nyomorúságosabbá tételében. Ők egyenjogúak a világ kiszipolyozásában. De például a tanári szakma, például a bírói szakma, de még számos más szakmát mondhatnék, amelyik nagyon keményen elnőiesedett. És vajon miért? Általában el lehet mondani, hogy a közalkalmazotti, közhivatalnoki szakmák azok elnőiesedtek, és a piaci szakmák azok meg elférfiasodtak. Mert ott a harc, de, ott meg a... De ez tök természetes, ez tök normális. Állam a férj, aki eltartja a családot. Az állam a férj, az ország a feleség, ez az igazság. Ja, ja, ja. Na most a brokering cégtől el tudsz menni szülni? Nem tudsz. Hát erről van szó. De brokering cégnél dolgozni, azt igen. De szülni, azt is igen. De közalkalmazottak lenni, na azt nem. Meg tanár, azt nem. Nem teljesen logikus, és nem teljesen értelemszerű, hogy azokat a szakmákat a nők töltik be, honnan el lehet menni szülni, és az állam visszaveszi őket a szülés után. És nem teljesen logikus, és nem teljesen észszerű, hogy azokat a szakmákat meg férfiak vezetik, akik nem mennek el szülni. Kérdezz meg erről egy öntudatos nőt. Egy olyan öntudatos nőt, aki azért elvárja, hogy fölsegítsék a kabátját, természetesen, meg hogy előre engedjék az ajtóban. Tudod, mit fog mondani? Hogy ugyanannyi jogot és lehetőséget a nőknek, és női kvótát a brokering cégeknél is. Ezt fogja mondani. Nincs itt valami kurva nagy tévedés? Nincs itt valami kurva nagy aránytalanság? A fejekben! De persze a legegyszerűbb a társadalmi problémákért hibáztatni egy csoportot. Megtalálni a cigányokat a bűnözésért, megtalálni a férfiakat az erőszakért, ők a felelősek, és akkor a probléma tulajdonképpen már rá is van ruházva egy csoportra. És már a mi vállunkról már le is került a teher, meg a felelősség, és minden más. Náci vagy, én ezt nem hallgatom azt tovább. Azt akartam mondani, hogy egyébként a pénzügyes szakma is elég el van nőiesedve. Tehát egy bizonyos része az azért teljesen el van nőiesedve. Tehát, hogy bemész egy például egy közgazdasági szakközépiskolába, és nem látsz, mit tudom, hogy 20 fős osztály, és van két fiú. Ennyi. Jó, az a kérdés, hogy ezek közül mennyien kötnek ki a piacon, és mennyien kötnek ki az állami szektorban. Azért tehát... Sokan elmennek a banki. Ez a banki szférek, hogy eléggé, igen. Lehetséges. Én azt látom, hogy a nők kurva nagy bajban vannak. És hogy mekkora bajban vannak a nők a saját szerepeikkel, amelyeket nem tudnak végrehajtani, és amiken megfeszülnek, mint Krisztus a kereszten, az jól illusztrálja a következő film, amit mindjárt megmutatunk, várjatok. Egy kis részlet az Egek ura című filmből. Soha. Nem. Soha? Nem. Soha nem nősül meg? Nem. Nem akar gyereket? Semmiképp. Soha? Soha. Ez olyan bizarr? Igen. Igen, bizarr. Ez számomra nincs értéke. Tessék, adja el nekem. Mit? Adja el a házasságot. Jól van, szerelem? Ugyan. Stabilitás, hogy valakire mindig számíthat. Hány stabil házasságról tud? Valakivel beszélgethet, leélheti vele az életét. Sok emberrel beszélgethetek, mi több, ez így is marad. És az, hogy nem egyedül hal meg? Gyerekkoromtól kezdve azt láttam, hogy minden nagyszülőmet öregek otthonába adtuk. A szüleim is ott végezték. Ne áltassa magát, mind egyedül halunk meg. Viszont az öngyilkos szektársok San Diego-ban, az üdítő sportcipősök nem voltak egyedül. Vannak lehetőségek.
Ó, baszki. Ryan elhagyott! Semmi baj. Na, jól van. Jól van. Jól van. Semmi baj. Na, jó. Szia! Natalie, ő Alex, a barátom. Ő Natalie. Nem akarok zavarni. Elnézést. Nem, ugyan semmi baj. Jól vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Javaslom, hogy menjünk a szobánkba és frissítsük fel magunkat. Vagy inkább ígyunk. Ez a beszéd. Azt hiszem, hogy ennél szebben nem lehetett volna illusztrálni azt, amit mondtam. Hát azt hiszem, hogy ez itt volt a megtestesült csődje annak, amire próbáltam utalni, amiről eddig szó volt. Én azt javaslom, hogy innen folytassuk a jövő héten. Van még miről beszélnünk. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz rendezvénysorozat. E heti adás a jövő héten kedden 6-8-ig újra találkozunk. Sziasztok!